Páninger Kati viszont már ott áll Németh Kornél kollégám mellett. Kati, hát búcsúztunk már Magyar Kupa döntő után, búcsúztunk már bajnoki döntő után, de most már tényleg elérkezett az a pillanat, amikor végleg vége. Igen, hát furcsa is ezt megélni, de nagyon örülök, hogy a szövetség is úgy gondolta, hogy méltó vagyok arra, hogy elbúcsúztassanak, és hogy egy ilyen magabiztos sikerrel tudtam búcsúzni a válogatottól is. Gondolom nem lehet választani, de mi a kedvenced? Van kedvenced a rengeteg-rengeteg olimpiai ezüst, EB aranyérem, VB ezüst, BL döntők, tehát rengeteg-rengeteg eredmény, van kedvenc? Mindegyik kedvenc természetesen, mindegyik szép, mindegyik érmem szép valamiért, mindegyik csapatot nagyon szerettem, úgyhogy nem szeretnék egyet csak kiemelni. Egy pár gondolatot a jövőről, azt már tudjuk, hogy egy magánóvodában gondolkozol, viszont a kézilabdától is úgy tudjuk, hogy nem akarsz elszakadni. Hogyan néz ki a jövőképed? Hát ez még pontosításra szorul, még le kell ülnöm mind a klubvezetőkkel, mind a szövetségvezetőivel, hogy milyen szerepet szánnak nekem, de valószínű tényleg is szeretnék is a kézilabda közelében maradni, mind a klubnál, mind a szövetségnél. Kati, hát azt gondolom, hogy sokat magammal mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok sikert mindahhoz, amihez kezdesz, és nagyon szépen köszönjük neked az elmúlt éveket.